Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Itt van az egész család az autóban, ahogy látjátok. Képzeld el, 40 fok van, hogyha most nem máshova megyünk, mint a Vízividám Parkba. Várjál, indítom az autót, jelenleg itt ülünk. 36, 4 fokot hűlt a levegő. Ugyanis dolgoztam, hazaértem, lezvanyoztam, és most elindulunk. Korábban 40 fok volt, képzeld el, most már csak 36 fok, egy kicsikét jobb. De várjál, tolhatunk. Látod, egy felhő van az égen, vagy kettő, amúgy arrafelé szinte semmi se. Mi gondoltuk, hogy elmegyünk és leütjük magunkat ugye ebbe a Vízividám Parkba, amit régóta terveztünk a Lukesszel, csak eddig nem volt rá nagyon időnk, de mivel korábban végeztem munkával, gondoltuk, hogy elmegyünk oda egyet, és lehűtjük magunkat. Mi lesz az első, amire megyünk? A medence. Ja. A medencét rettentően szeretjük. Ilyen nagyobb csúszdákra, hogy nem tudunk ugye menni, mert itt van velünk a Davis is. Te tudsz menni picin, de majd meglátjuk. Ja, majd lehet, hogy tudsz menni. Ja, nagyon nagyokkal nem tudsz menni. De még mielőtt oda megyünk, gyorsan be kell futni a boltba, ugyanis kell venni ilyen vízálló pelenkát. Ugye a Davisnek, ugyanis hogyha belemegy a vízbe, rajta van ez a normális pelenka, és az átázik, pelenka nélkül ugye a vízbe nem nagyon akar belemenni, mert ki tudja, hogy lehet, hogy belepöslant vagy valami. Úgyhogy veszünk egy ilyen vízálló pelenkát először, amúgy itt látod, ott a túloldalt átfutunk a boltba, aztán megyünk, kb. Ilyen 15-20 perc amúgy autóval innét, úgyhogy nincs ilyen túl messze. Amúgy egész hétre ilyen nagyon meleget mondott, tudtad, Lukasz? 40 fokot mondott egész hétvégéig, aztán utána meg mondott már ilyen esőt, ugye szokás szerint. Ja, által itt megálltunk, feleségem beruhant és vesz ilyen pelenkát. Tudod, látom, milyen autó ez? Ja, jól néz ki, ilyen terepjáró, látod, ez a Jeep terepjáró? Nekem tetszik. Le lehet venni a tetejét is, látod? Egészen a hátuljáig. Mindjárt megérkezünk közben, képzeld el, 37 fokot mutat meg itt a hőmérő, amúgy itt megyünk, ott van bal oldalt. Jobb oldalt itt van az autópálya, amit nagyon nem lehet látni. Bal oldalt, ahol vannak azok az autók ott a parkolóban, látod, oda megyünk. Valószínűleg rettentő sokan lesznek, ugye még mindig nyári szünet van mi nálunk. Oda nézve, ennyien állnak sorba a csúszdára, Lukasz. A kamerán nem hiszem, hogy nagyon látni, de rettentő sokan vannak. Az a jó az egészben, hogy be tudunk menni oda arra, ahol van az a úszómerencés rész is, meg van ilyen folyós rész is, tehát nem kell ott sorba állni, de rettentő sok autó van mindenhol. Nem mindenhol van. Hát nem mindenhol, de azért sokan vannak. Nézzék ott a túl másik oldalt is, na várjál. Én azt hiszem, hogy egyből jobbra megyünk, és ott hátul valahol megállunk, mert itt sehol nem lesz hely, hogy itt a bejárat bal oldalt. Ott! Itt pedig elmegyünk mi, nem is tudom merre, erre fele. Elindultunk, megvan mindenünk, legalábbis nagyon reméljük. Éppen sétálunk befelé. Oda néz, látod, mindenfelé autók állnak, még ott a füvön is rettentő sokan vannak ma. Amúgy itt lesz egy busz megálló, hogyha véletlen busszal akarsz jönni, vagy hazamenni. Lukasz, romjas vagy? Milyen volt a medence? Jó! Jó! Mit akarsz inni? Vizet? Semmit! Rendben van.
Szerintem eleget ittál a Berencébe. Ha jöttek a hullámok, annyit nyalt a Lukasz, mint a fele. Micsoda ez? Egy tóke. Beledobsz egy pénzt, egy 5 dollárost, vagy mennyit, amelyit akarsz, és kapsz. Ja, és kiad egy ilyen dobteget. Látod, olyat. És el lesz írva a neved. Nagyon jó. És mennyibe kerül? 5 és 10 dollárba, te! Mi? Hogyan van ez? Ott van, látod? Megálltunk egyet pihenni, meg enni. Mit teszünk? Ezt a gingeres, a Davisnek a kedvencét, ugye Nyuszi? Mit kérsz, mi? Olyat kérsz? Lukasz, utána hova megyünk? Visszamegyünk, akkor megyünk húzni még egyet? Vagy mit csinálunk? A hullámosba, jó? A hullámosba. Nem oda, az egy nagy csúszda. 50 percet kell várni a csúszdára. Mit kérsz, Nyuszi? Vagy egy jó, több mint egy óra, 50 percet vagy egy órát, ugye? Melyikre kellett más felet? Az egyikre, a nagyra. Gyalogolunk vissza az autóhoz, a Davis félig mesztelen. Olyan, mint a fehér kenyér, olyan, mint a Lukasz. Lukasz, te is félig mesztelen vagy, olyan, mint a fehér kenyér, nem égtél le. Amúgy jól éreztük magunkat, csak hol az autó? Annyi autó van mindenhol, bár most már kezdtenek elmenni, látod? Már van itt egy-két hely, ahol meg lehet állni. A mi autónk ott van, azt hiszem ott van a fehér mögött. Gyere Nyuszi, gyere! Megláttuk az autónkat. Ide parkoltuk. Na, megláttuk az autót, beültünk, és mindig meleg van. Már most azt hiszem, hogy nincs olyan meleg. Vagy lehet, hogy meleg van, várj, indítom az autót. Csak annyira nem érezzük, ugyanis most leütöttük magunkat. Amit hogy érezted magad? Jó. Melyik volt a kedvenced? A medence vagy a medence? Ugyanis a medencébe voltunk. Voltunk a hullámos medencébe, meg a nem hullámos medencébe, vagy a gyerekmedencébe. Mert ahogy mondtam, mennyit kellett várni? 50 percet, több mint egy órát, egy-két csúszdára. Pici. Ja, pici, azon mentél, de várni, mindegyikre várni kellett. Látod mennyi a fog? Még mindig 37 fokot mutat az autó. Még mindig? Úgyhogy innét most kimegyünk valamerre, elindulunk hazafelé, és még nem tudom, mit csinálok, valószínűleg jönnek át a szüleim, úgyhogy van a Davis is. Szervusz, Gyuszi! Olyan fehér, mint a fehér kenyér. Olyan, mint te, oda néz, mint a fehér kenyér. Na minden? Úgyhogy menjünk. Hozzáérkeztünk, de úgy néz ki, hogy nem lesz hány. Az, hogy jól itt kell oldalt megállni, talán még lesz valahol. Ahogy nem tudod te, hogy vagy vele Lukasz, de nekem most már nincs olyan melegem, tudod, hogy miért nem? Ne, azért, mert rajta van ez a vizes hú, amíg látod, ez a piros, nem állj csak a tulajdon. És mivel még vizes, azért jó az idő. Ja, nem legalábbis olyan. Azért nem fázok, várj egy kézzel. Figyeled, hogy váltam egy kézzel, kamerázok meg, vezetek, látod? Ügyes vagyok, na. Úgyhogy jó idő van, 30, nem láttam, 30 valami fok volt éppen elment. Úgyhogy most várjál, jön egy autó, kiszállunk, hazajönjünk, amúgy a cipőm tiszta víz. Ugyanis nincsen papucsom, azt mondja, hogy kell vennem egy papucsot. Már kellett volna vennem régen, nem ment az autó. Ugyanis egyszerűbb lenne, mint így járok most a cipőmben. És tiszta, egy merő víz. Ja, hozom a törölközömet, tiszta víz. Ezt te is hozd a tiédet. Hozzuk a Daviszt is, amint felvette a cipőjét. Aztán felmenjük és lezuhanyozunk. Nézd, nem tudom, látod el, vagy nem dönt a túloldalt az ember, ilyen esernyővel megy. Ahogy mondtam, sokan járnak esernyővel, főleg ők. Most nem akarom mondani, hogy milyen emberek, ugye nem az ide valósiak, hogy ne égjenek le. Nekünk is esernyőt kellett volna hozni, mit gondolsz? Meg se áztunk volna, le se égtünk volna, aztán tarthattuk volna egész nap. Na, megérkeztünk. Gyorsan ígjük a liftet, elég jó idő van. Nos, itt megy a légkondi. Ez első ma, az lesz a miénk. Majdnem, hogy hideg van, nem Lukasz? Megy a légkondi, és eléggé leütötték az épületet. Na, nyomjuk ezt a felfelé gombot. Na, mi a helyzet, Nyuszi? Mi? Hol a felsőt? Mi? Olyan fehér neki a háta, látom, mint a Lukaszé. Ugye a Lukasz akkor átesett ott a vízbe, mit elcsúsztál? Ilyen piros le, annyira nem is lehet látni már. Nem is látni, mert elcsúsztál, hogy mit csináltál? Na, menjél, nem az a mi ajtunk. Menjél tovább, menjél. Ez a mi ajtó. Húzom a kulcsot és próbálj kinyitani. Na, hozzáérkeztünk. Bele a zuhanyba. Nyuszi, gyere. Mi csinálsz? Nem jön a Davis. Azt mondta, hogy a szomszédban. Szomszédolni, vagy nem tudom, mit csinálni. Várj, leszük a cipőmet.
Azt mondja, ki kéne rakni, látod? Lehet, hogy nem látod, de tiszta víz, ki kéne rakni az erkélyén, azt hiszem. Na, bejött a nyusz is. Lezárjuk az ajtót, látod, milyen húzat van? Na, azt mondja, hogy ezt a részt ki kell vágni, én is megfordítottam a kamerát, és a Lucas itt mesztelenül jön ki a szobájából, úgyhogy vagy ki kell takarnom fél is, vagy pedig ki kellett vágnom ezt a részt. Te! Ezt beszéltem, nem hallottad, hogy beszéltem, nem is tudom már mit mondtam, valamit mondtam. Na minek? Úgyhogy most elmegyünk, és lezuhanyozunk, mi nyuszi? Te is zuhanyozol vagy, mit akarsz fürdőkádba fürödni? Ezt levesszük róla ezt a pelenkát, és még mindig ez a vizes pelenka van rajta. Nem is tudom, hogy működik ez a vizes pelenka. Vizes pelenka nem lesz vizes a vízbe. Hogy miért hívják vizes pelenkának? De várjál, feleségem is megy, mindenki. Elmegyünk, lezuhanyozunk, meg megmosom a GoPro-t is, ugyanis ilyen sós víz volt ott bent. Nem teljesen sós volt, de sós volt. Zuhanyozunk! Ketten a Davis-szel, ugye nyuszi? Hogy élvezzük ezt a meleg zuhanyt. Na, mindenki megfürdött, lezuhanyzott, most menj a feleségem is. Te, egy kicsit felfrissültünk, legalábbis én felfrissültem. Davis, nem tudom, te hogy vagy vele? Davis az úgy van vele, hogy megint a mesevonat, úgyhogy mindegy, hogy mi van. Úgyhogy, én most nem más csinálok, mint azt, hogy eszek valamit. Ugyanis kiszívott a víz. Ugye a Davis meg a Lucas azok ettek ilyen snackeket, ettek mindenféle fajta dolgot, én semmit nem ettem, kivéve kettő darab ezt a gingerbread-et, mint a Davis rettentően szeret. Állítólag azt mondták, hogy kaptam nem más, mint sushit kaptam, ezt a halas sushit, ugye? Azt az egyet szeretem. És én azt mondom, hogy ezt ilyen vacsora előtt most még megeszem. Amúgy még kora van, ugyanis mennyi van? 5 óra, 2 perc múlva lesz 5 óra. Ugye még nem fog vacsorázni. Látod? Ilyen halas, ez a csinálnak hívják. Legalábbis mindannak, biztos, hogy nálatok is úgy hívják. Aztán, amit akartam mondani, azon gondolkodtam, hogy legközelebb lehet, hogy elviszem ugye a GoPro-t is, ha megyünk ide, meg elviszem a szemvegemet is, ugye amiben benne a kamera, ugyanis úgy lehet, hogy jobban tudok videózni, mert ugye nehéz volt filmezni, meg a Davis kezét tartani, meg fürödni vele, meg úszni vele, meg ugye a Lucas-tel is. És ugye azért nem nagyon sokat filmezt volt benne, tényleg, hogy csak bementünk, a bejáratot lefilmeztenek, hogy belementünk a vízbe, szóval utána semmit sem. Ugyan túl sokat nem voltunk, tehát ilyen két és fél órát voltunk körülbelül. Amúgy tegnap Tomit kapott a Davis. Ezt az új Hulkot kapta. Nem is újat, hanem régit, ugyanis ja, nagyon szereti, látod? A Lucasnek vannak ilyen régi játékai, mégis ez az övé volt, még van egy ilyen nagy doboz. Tele mindenféle ilyen fajta játékkal, figurával, a Davis te rettentően örül annak a doboznak, majd ezt lehet megmutatom. Nem is egy, lehet, hogy még kettő vagy három doboz is van, ilyen kisebb, nagyobb. Na minden, úgyhogy abból kapott egy játék. Úgyhogy én ezt most megeszem, aztán megvárom a szüleimet, ugyanis azt mondták, hogy jönnek át nem sokára. Megyünk felfelé, ugyanis lejöttünk a szüleimmel, úgyis most mentek el haza. Davis le akart egyet jönni, elköszönni tőlük, de még mielőtt felmegyünk, tudod, mondjuk, megnézzük a Mazdát. Megnézzük a Mazdát, hogy mi van vele, ugyanis ma még nem néztük meg, lent van a garázsban, le van ugye takarva. Oda lemegyünk most, mutatom. Itt, látod? Itt lesz mindjárt a lejáró, amit tartják a szemetes kukát, csak most nincsen itt. És ide lemegyünk, nézd, itt fajta valaki a garázs, nem valaki, nem itt van maradt. Nem tudom, hogy miért általában le van zárva, de ide most lemegyünk. Tudod, ott áll bent az autó, le van szépen takarva. Átláb ugye minden nap megnézem, de ma még nem volt idő, mert ugye elmentünk itt horra, mikor azért kezdtem. De biztos, hogy nincsen neki semmi baja. Legalábbis nagyon remélem. Ja, látod? Minden rendben, legalábbis reméljük. Úgyhogy most megyünk egy kört, megnézzük a hátulját is, és felmegyünk. Amúgy még mindig nagyon meleg van, képzeld el, még 37 fok azért már nincsen, de még olyan 30 körül még mindig van. Aztán néztem ki az időjárást nem olyan régen, képzeld el, azt mondta, hogy 45 fok felett is lehet ugye
a hőmérséklet itt, ott, persze nem itt mi nálunk a Gold Coaston, ugyanis itt a Gold Coaston, főleg itt ezen az alsó részén, mert itt a tengerpart, vagy az óceánpart, itt kifújja azt a nagy meleget, tehát amikor nálunk olyan 37 fok van, akkor egy kicsikét beljebb olyan 45 körüli fokok vannak, és azt mondta a hétvégére sok helyen egy kicsit ott beljebb, 45 fok felett lesz a hőmérséklet, ugye rettentő meleg lesz. Ugye még mindig nyárban hűre léptem rá a labdára. Úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem, hogy is semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni, attól függ ugye, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!